10 millió eurós keretre pályázhatnak a non-profit szervezetek a Románia és Magyarország közötti határon átnyúló programok második körében. Az Interreg Románia és Magyarország programban nyílt és kiemelt projektekre lehet pályázni. A közös fejlesztések célja a határon átívelő mobilitás, munkaerőáramlás segítése, szolgáltatások fejlesztése, de közösségi programok is indulhatnak. Fekete Viktor programmenedzser a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét. Ez a program, már vannak olyan pályázatok, ami elindult, tehát elérhető, és pályázhatnak a non-profit szervezetek, intézmények, és vannak olyan programok vagy célterületek, amelyek majd csak a következő időszakban lesznek elérhetőek. Összességében mi a célja ezeknek a programoknak, milyen fejlesztési területeket tartalmaznak? Ugye, maga a program az 2014 és 20 között kerül megvalósításra, és folytatja a már korábbi időszakban megszokottá vált román-magyar együttműködési programokat, kicsit új köntösben. Tavaly év végén került meghirdetésre az első nyílt, illetve első stratégiai felhívása a programnak, és 2017. június végéig volt lehetőségük a pályázóknak, hogy olyan projektjavaslatokat nyújtsanak be, amelyek például a vízgazdálkodási ágazatban történő fejlesztéseket, illetve az Európai Unió környezetvédelmi vívmányainak a jobb megfelelését szolgálják, de lehetőség volt például katasztrófa védelmi projektek beindítására is. A stratégiai felhívás mentén pedig az úgynevezett TENT infrastruktúra fejlesztés, tehát útfejlesztés volt az, amire lehetőség volt a pályázóknak, hogy projektjavaslatot nyújtsanak be, és a program közös titkársága év végére tervezi velük a szerződéskötést. Menet közben áprilisban meghirdetésre kerültek az úgynevezett második körös felhívások. Az elsőhöz hasonlóan itt is lehetőség van vízgazdálkodási projektek benyújtására, de akár kerékpárútfejlesztés is támogatható, illetve stratégiai projektek közül egészségügyi infrastruktúra fejlesztés az, amely közel 40 millió eurós ÁRFA támogatási kerettel érhető el. És amint lezárul a második körös felhívás, utána folyamatosan hirdeti a szakmai titkárság a további pályázati felhívásokat. A jelenleg nyitva álló felhívásokra a nyíltak közül augusztus végéig van lehetőség pályázatok benyújtására. No, ugye megvannak a fő tengelyei ezeknek a fejlesztési területeknek, megvannak a prioritásai, és van két különböző pályázati struktúra, úgy értsük, hogy vannak kiemelt pályázati lehetőségek, vagy projektek, és vannak nyílt projektek. Mi a különbség a kettő között, csak hogy érthető legyen? Egyrészt a támogatási intenzitása mind a kettőnél teljesen azonos. Három forrásból valósul meg ezeknek a projekteknek a támogatása. Egyrészt a regionális és fejlesztési alap nyújt hozzá támogatás, másrészt a programon részvevő két tagállam, tehát Románia, illetve Magyarország a projektpartnereknek állami támogatást nyújt, és ehhez jön a partnerek önereje. Ami megkülönböztető a nyílt és stratégiai felhívásokat egymástól, az, hogy stratégiai felhívásra olyan projektjavaslatokat várunk, amelyek illeszkednek a komplex megyei programhoz, illetve román és magyar oldalon is olyan stratégiai jelentőséggel bírnak, amely egyértelműen alátámasztható nem csak a program indikátoraihoz való illeszkedéssel, de a saját regionális stratégiákhoz történő illeszkedéssel is. Még nyílt felhívásokban egyszerűbb projektjavaslatok is elfogadásra kerülhetnek. Mondjuk a nagy kiemelt programoknál gondoljunk infrastruktúra fejlesztésekre, útépítésre, környezetvédelmi programokra. Így van, vagy amíg most lehetőség van, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztés is egy ilyen terület lehet. Igen. Ezeket a pályázatokat hol lehet nyomon követni? Most nézzük a technikai oldalát. A program hivatalos honlapja az interreg.eu honlap. Ez egy háromnyelvű honlap, angol, magyar, illetve román nyelven is elérhető rajta minden információ, de érdemes követni a Facebookon is a programot, hogyha Interreg Románia program néven rákeresnek, akkor ott is folyamatosan frissülnek az információk, illetve a magyar oldali jogosult területeken úgynevezett információs pontok kerültek felállításra, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is.
ezeknek az információs pontoknak az üzemeltetése a Széchenyi Program irodán keresztül valósul meg. Nyíregyházán ugye a Luther utca 3 szám alatt érhető el az iroda, és mint információs pont szeretnénk lehetőséget biztosítani a magyar pályázóknak abból a szempontból, hogy ne kelljen feltétlenül a közös szakmai titkársággal Romániába egyeztetni, hanem hogyha bármi kérdésük van, elakadnak valahol, akkor jöhetnek hozzánk, segítünk nekik. Így van. És ugyanígy bemutatjuk nekik, hogy hogyan lehet benyújtani a pályázati csomagot is. Ugyanis a korábbi évektől eltérően egy új úgynevezett elektronikus monitoring rendszeren keresztül kell beadni ezeket a pályázatokat. Angolul, néhány melléklet kivételével, amelyek lehetőség van magyar nyelven is beadni. És ehhez kapcsolódóan egyébként szervezünk képzéseket is, ahol a programadminisztrátorok megmutatják a lehetséges kedvezményezeteknek, hogy hogyan töltsék ki helyesen a csomagot, és hogyha valahol elakadnak, akkor nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Most már azért jönnek a kérdések is, gondolom, ahogy az első pályázati felhívások megjelentek. Mivel van a pályázóknak problémájuk, miben van kérdésük, miben kérnek segítséget? Talán a legtöbb kérdés az a jogosultsági kritériumokra vonatkozik. Azt azért látni kell, hogy a rendelkezésre álló határmenti források közül a Románia-Magyarország program azt áll, amelyik a legnagyobb forrással rendelkezik. Éppen ezért nagyon szimpatikus lehet bármilyen pályázónak úgy gondolva, hogy nagyobb esélyük van itt pályázni. De mert hogy bővebb a keret, így van, mert gondolja. Hogy bővebb a keret. Viszont csak is olyan szervezetek jogosultak támogatásra, amelyek a program területen belül tevékenykednek. Ez Magyarországon ugye 4 megyét érint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar, Békés, illetve Csongrád megyét. Tehát ebből a 4 megyéből származó, vagy ebben a 4 megyében működő. Lévő székhelyen rendelkező, működő intézmény az, amelyik szóba jöhet. Egyetlen kivétel az, hogyha egy olyan központi költségvetési szervről beszélünk, vagy egy olyan országos intézményről, amelynek ugyan székhelye nem ezekben a megyékben, hanem tegyük fel Budapesten, de a szerepköréből adódóan jogosult arra, hogy ennek a 4 megyének a valamelyikében ő végezze el az adott tevékenységet. Vagy a programot megvalósítsa. Igen. Kell-e, vagy szükséges-e, hogy a szervezet rendelkezzen korábbi tapasztalattal, határon átívelő pályázatokban való jártasságra gondolok, élő kapcsolatrendszerre gondolok, tehát hogy két szervezet együtt dolgozik, vagy együtt működik valamilyen román oldalon, magyar oldalon. Vannak-e ilyen kritériumok, vagy jelent-e ez, számít-e ez előnyt? Csak is úgy valósítható meg projekt ebből a forrásból, hogyha magyar és román oldalról is van egy-egy fél, aki részt vesz az adott projektben. Éppen ezért szükséges mindenféleképpen valamilyen meglévő kapcsolat. Hogyha nincs, akkor az információs pontokon vagy a közös szakmai titkárságon keresztül úgynevezett partnerkereső fórumokon segítünk megtalálni a megfelelő partnert, hogyha valaki nem rendelkezik ilyennel. Egyébként csak abból a szempontból elvárás, hogy közösen mindenféleképpen egy romániai partnernek kell megvalósítani az adott projektet a magyar kedvezményezetteknek. Hogyha nincs ilyen kapcsolatuk, akkor segítünk találni, egyébként pedig más feltétel nincs. Mire számítanak? Milyen típusú pályázati felhívás után számítanak dömpingre? Inkább így kérdezem, hogy mi lehet népszerű vagy szimpatikus ebben a pályázati csomagban? Most is jelenleg lehetőség van intézményi, illetve úgynevezett állampolgári együttműködési projektek benyújtására. Ezek általában nem tartalmaznak nagy infrastruktúrafejlesztést, viszont lehetőséget biztosítanak különféle civil szervezetek számára is arra, hogy határon átnyúló közös programokat valósítsanak meg. Én úgy gondolom, hogy a jelenleg elérhető források közül ez lesz a legnépszerűbb. Mi pedig megmutattuk azt az elérhetőséget, amit ön is mondott, és ott lehet tovább böngészni és információt, illetve tanácsokat kérni önöktől. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm.